Így mutat Erkel Ferenc Hunyadi Lászlója az Operaház színpadán. Megismerhetik a zeneszerző életének legfontosabb állomásait, megtudhatják, miért kuriózum az ősváltozat, és bemutatjuk a Hunyadit a rendezői koncepció és a zene oldaláról is. Üdvözlöm Önöket, Gyüdi Melitta vagyok. Tematikus adással készültünk, mutatom, mit láthatnak a Magyar Állami Operaház magazin műsorában, az Opera Caféban. Kollégákkal én azt nem tudtam próbálni, és én lent vagyok a zenekari árokban, ezen keresztül hallom a kollégákat. Amit itt most Budapesten a közönség hallhat, a Hunyadi László talán legteljesebb formája, de az átdolgozás előtti formája, tehát az, amiben talán a leggazdagabban mutatja meg magát. Egy nagy nemzeti operánknak az ősváltozata kerül de vissza, és ebbe a házba is szerettem volna, hogy akkor legyen ez korhű. Egy évvel ezelőtt az Operaház újranyitásának hetén debütált Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának új előadása. Ókovács Szilveszter első rendezése filmszerű látványával és az ősváltozat különlegességével is lenyűgözte a közönséget. A Hunyadi most egész márciusban újra látható, a következő percekben pedig elvisszük Önöket a kulisszákba, hogy megmutathassuk, milyen a lebilincselő látvány, a történet és a zene a színpadon. Erkel legendás operája, a Hunyadi László egy kicsit másképp. A főszerepet éneklő Brikner Szabolcs a próbán még általsarat, de az előadás előtti napon váratlanul megbetegedett. A szerepet ezért a zenekari árokból László Boldizsár énekli, akinek másfél napja volt felkészülni a szerepére. A kollégákkal én azt nem tudtam próbálni, és én lent vagyok a zenekari árokban. Ezen keresztül hallom a kollégákat. Zenekarra nagyon jó az összhang, ugye karmester úr kiválóan ledirigálja nekem ezeket a dolgokat, de hát azért két nap alatt beállni egy szerepbe, aminek egy másik változatát tudtam eddig, azért az most egy kicsikét válba vágó. De hát ilyen a színház, ez egy élő dolog, és hogyha meg kell menteni az előadást, akkor megmentjük. A színpadon eközben a fő statiszta szervező Teleki Nagy Krisztián járja le a szerepet, ő mozogja le a főhős szólóit és együtteseit. A mozdulatokat a játékmester még az előadás közben is folyamatosan felvételről ismétli át vele. Előadás előtt fél nappal tudta meg, hogy ez lesz a feladat. Még 24-36-48 órán belül sem fordult elő ilyen. Ez az első, és hát valószínűleg megismételhetetlen. A darabot sokszor csináltam már több rendezésben is, de hát Lászlót természetesen nem. A közönség elragadtatása ettől mit sem változik. Ugyanennek az előadásnak ugyanis egy másik sajátossága, hogy a karmester az opera ős változatát vezényli. Így például Szilágyi Erzsébet Lagrange áriáját is hallhatja a közönség. Itt abszolút táplálék, hangilag is, szerepformálásban is. Az előadást az opera főigazgatója, Ókovács Szilveszter rendezte, a korábban játszott átirat egyes részeit frissítette, visszatért az ősváltozat elemeihez is. A próbán a Garamária szerepét alakító operaénekesnőkkel itt éppen erről beszél. A duettben két olyan pillanat van, ami ugye kimaradt az átiratból. Ez amikor az én azt mondja, hogy remélem, hogy vérmocsok nem tapad a kezedhez, és a másik pedig, hogy na várjál, és akkor mikor is veszel el feleségül, mert itt most akkor hogy vagyunk? Az első felvonás Nándorfehérvár a nagy ősztes csata után, a vár előtt és falai közt, részben 5. László színe előtt. Hunyadi László, a hataloméhes Cillei és a Magyar Udvar harcedzett hűséges hűbéresei körében játszódik. A második felvonás pedig már a hunyadiak temesvári rezidenciáján, Szilágyi Erzsébet hölgyvárában. A két vár díszletét és számtalan kellékét az első szünetben egyszerre kell kicserélni. Székeket, tront, paravánt, ládákat, hímzőrámákat. Jó esetben igazából ez egy 25 perc mondjuk. Sarkos, mert ha bármi technikai hiba van, annál hosszabb ugye a szünet. A forgószínpadon hozzuk előre a második felvonású díszletet, hogyha oda nézel, akkor látod a pavilont. Ez egy lassabb folyamat, ugye amíg ez előre ér, addig megállás van, ahogy be tudunk süllyedni. Onnantól kezdve jöhetnek a falak, jöhet a plafon, hátul oldhatjuk a lógókat, és így lesz kész a díszlet. Az egy évvel ezelőtti bemutató előadások óta fejlődött a szerepek megformálása is, persze a beugró énekes és a lejáró dublőr fejében egészen más gondolatok járnak. Azt hiszem, hogy ez a műfajnak alapvetően jót tesz. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni állandóan, de azért, ha néha-néha egy színház ahelyett, hogy lemondaná az előadást, bevállal egy furcsa csavart, az jó a közönségnek is, meg a színháznak is természetesen. Egyben megtisztelő is, hogy lejárhatom ezt a szerepet, de hát inkább egy felelősség, főleg a kollégákkal, a szólistákkal szemben, hogy létrejöjjenek azok a duettek, azok a jelenetek, amik meg vannak rendezve. A Lisztopád Kristál által tervezett jelmezek és díszletek mellett az előadás látványosságai közé tartozik például Garanádor csodás húsférlova is. De a Hunyadi olyan csemegéket is tartogat a nézőknek, mint Szilágyi Erzsébet nagy technikai elvárásokat támasztó betétje, a gyermekei megmenekülését remélő anya Lagrange áriája. Mindjárt szó lesz a rendezői koncepcióról és arról, miért kuriózum a Hunyadi László ősváltozata. De előbb nézzenek meg egy rövid összefoglalót a magyar opera megteremtőjéről, Erkel Ferencről, aki egész életében azon munkálkodott, hogy egyedülálló magyar opera stílust hozzon létre. Ennek érdekében pedig a magyar nyelv sajátosságait is beépítette a recitatívokba, illetve magyaros táncjeleneteket is írt az operáiba. De mik az életének legfontosabb állomásai? Erkel Ferenc zenétkedvelő és értő családban született, 20 éves kora körül már ismert zongoraművész. Kolozsvárot tanít, majd Szemerédre költözik, később Pesten telepszik le. Elsősorban karmesterként tevékenykedik, de zongoraművészi pályafutását sem adja fel, és bármilyen területen is alkot, nagy szaktudása mindenütt kiemelkedő. Első operája a Bátori Mária 1840-ben kerül színre, ezzel pedig megszületik a Magyar Opera. 1844-ben bemutatják a Hunyadi Lászlót, és ugyanebben az évben írja meg a himnusz zenéjét. 17 év hallgatás után 1861-ben a Bánk Bánnal lép a Nemzeti Színház közönsége elé. Alkotásai az olasz operatípus strukturális sajátosságaiból, a magyar verbunkos zene, illetve az úgynevezett népies műdal talajából táplálkoznak. Kilencven év után először a múlt évadban volt hallható a Hunyadi László az eredeti partitúra szerint. A darabba visszakerültek korábban kiollózott részek, de hogy mit is rejt pontosan az ősváltozat, és miért annyira fontos, hogy ismét ezt hallhatja a közönség, arról Kocsár Balázs főzeneigazgató és Karcag Márton főemléktáros beszélnek. Erkel szándéka az volt, hogy ő egy belkántó operát írjon meg magyar nyelven. Mostani korunk kíváncsiságának az egyik ága az ősváltozatoknak a meghallgatása. Erkel életében 1844 két esemény miatt is fontos évnek bizonyult. Megnyerte a himnusz megzenésítésére kiírt pályázatot, és megszületett első jelentős operája, egyben az első magyar nemzeti opera, a Hunyadi László. A művet az évtizedek alatt többször átdolgozták, hogy a közönség számára korszerűbbé, befogadhatóbbá tegyék. Az opera egy gyakorlati műfaj, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt 200-300-400 évben sokkal kevésbé kezelték szentségként a kottát, a zeneszerző kottáját, a zeneszerző partitúráját, mint manapság. A jelenleg futó előadás alkotói a mű eredeti állapotát, a szerző eredeti szándékait igyekeznek a nézők elé tárni. Egy olyan operát írt akkor meg. Erkel, amely jellemzően három komoly hatással bírt, illetve ebből táplálkozott. A belcanto, szép éneklés, egy olyan stílus, amely egyrészt szerkesztésében zárt számok fűzéréből áll, recitativo ária, esetleg duett, esetleg kórustétel. Tulajdonképpen a kifejezés szinte első számú eszköze az a dallamvezetés, amin keresztül az énekes énekel. A második nagy hatás a francia nagyoperának a hatása, amely egyrészt tematikus választásában jellemzően valami historikus történelmi esemény dolgoz föl, nagy tablókkal, esetleg egy szerelmi szállal fűszerezve. Érdemes megjegyezni, hogy Erkel mind a 10 operája magyar történelmi eseményeket dolgoz föl. És ezt nékem szemembe, te pártos Oláh! És ami plusz, hogy megpróbálta korának ismert magyar színeit, a verbunkost, vagy éppen a cigány zenét egy picit belecsempészni ebbe a muzsikálba. Erkel Ferenc az ősbemutatót követően több változtatást, kiegészítést is végzett művén. 1844-ben az opera legnépszerűbb részei, a nyitány, a palotás, Lagrange-ária, illetve László áriája nem hangzott el, mert hogy ezek mind később kerültek a darabhoz. És hát még egy egészen speciális dolog van az Erkel operákkal, hogy ezek ugye gyakran családi műhelybe készültek és bedolgoztak az Erkel fiúk is. A Hunyadi ős változaton az 1860-as évekre kialakult Erkel Ferenc által véglegesített változatot értjük. A széles közönség ugyanakkor nem ezt, hanem a darab 1935-ös átiratát ismeri. Az átdolgozásban Nádasdy Kálmán, Radnai Miklós és Oláh Gusztáv is részt vettek. Ez elsősorban egy szövegátdolgozás volt, amit Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv végzett, illetve egy dramaturgiai átdolgozás. A kor operai igényeinek megfelelően szabták, varták a darabot. Jellemzően az opera úgy kezdődik, hogy egy kórustétellel kezdünk, ahol beavatjuk a közönséget abba, hogy mi is történik, majd jön egy középszereplőnek egy áriája, aki folytatja a mesélést, hiszen abban a korban nem volt internet, nem voltak programfüzetek. Ugye ezek azok a részek, amiket Radnaiék kivágtak a történetből. A mű ős változatára épülő rendezésbe a többi közt ezek a részek is visszakerültek. Amit itt most Budapesten a közönség hallhat, a Hunyadi László talán legteljesebb formája, de az átdolgozás előtti formája, tehát az, amiben talán a leggazdagabban mutatja meg magát. 4 felvonásban, de 3 részben, és minden olyan résszel, minden olyan jelenettel, áriával, duettel, amelyek ékszerei ennek a csodálatos operának. Az ősváltozat megismerése után jöjjön a rendezői elképzelés, egy klasszikus, kosztümös megjelenítés, ami a felújított operaház minden színpadtechnikai sajátosságát bemutatja. A rendező, Ókovács Szilveszter ott volt az aktuális próbákon is, irányította a folyamatokat, reflektált saját magára és mesélt stábunknak is, mégpedig a díszletek között a koncepciójáról. Amikor vágja a fejet, akkor sötét van. Tehát de akkor már nincs énekelni valótok. Ókovács Szilveszter a Hunyadi László zenekaros próbáján instruálja a művészeket. Az alatt kéne megfordulnotok és letérdelni. Tehát totál tudjátok nézni az éneklés alatt még a karmester. Ott van a helyszínen, alakítja a produkciót, hogy az új beállókkal is a legtökéletesebb változatban kerülhessen vissza a színpadra a 2022-es premier után. Egy nagy nemzeti operánknak az ős változata került vissza, és ebbe a házba is szerettem volna, hogy akkor legyen ez korhű. A látvány lenyűgöző, már filmszerű, maximálisan kihasználja az operaház technikai újdonságait. Ezt a padlót az utolsó negyedik felvonásra rakják le a kollégák, és láthatólag egy lejtős padozaton van, amelyet a színpadtechnika hoz létre. Hát itt ugye van egy lépcső, de már ez az utca, ezt utcának hívjuk ezeket, ez a negyedik utca. A negyedik utcán a kivégzés maga történik. Tehát ide ennek föl kell emelkednie akkor, amikor az adott ponthoz érünk a negyedik felvonás utolsó perceihez, akkor ez fölemelkedik. Végig kiszolgálja az előadást, ez a bizonyos alapdíszletünk. Nándorfehérvárnak a leromlott falai, ugyan hungarocellből van impregnálva és megdolgozva, de kétségtelen, hogy a zenekari árok mögül a nézőtérről már főleg jól világítva ennek tökéletes kőhatása van, és hát ezek a keretek kellenek ahhoz, hogy valamelyest a korba elhelyezkedjünk. És amellett, hogy a korban elhelyez, visszatér az ősváltozathoz is, ami a színpadra állítást, a rendezést és a karaktereket is befolyásolta, többek közt Garamáriánál. Ha ezt játszunk, amit mi, tehát ahogyan Erkel megírta, akkor a szerelmi kettősnek két pontján is van egy cezúra. Először azt mondja, alig, hogy találkozott a hónapokkal ezelőtt utoljára látott szerelmével, azt mondja a lány, hogy hát, hogy azért reméltem, hogy nem vér fog tapadni a kezedhez. Mennyire emberi, nem? Hogy ezt mondja, és nem csak odaadja magát. És mielőtt odaadná magát, van a másik fordulópont, amikor azt mondja a lány, fölülve, nálunk ugye akkor földön vannak, fölül az ülés, és azt mondja, hogy de bocs, és mikor leszünk hivatalosan is egymáséi? Az esküvő mikor lesz? Tehát ettől lesz egy karakter ennek a lánynak. Ő nem egy ilyen kis rajongó típus, hanem ez egy erkölcsös, gondolkodni képes, a közügyei iránt érdeklődő lány. Ha ezt nem énekeljük el, akkor például Garamária egy szintelen, szaktalan szólam marad, és nem egy ilyen húsvér karakter. És persze van még számos érdekesség a rendezésben, a többi közt például ez a pallos, ami nem csak az előadásban kap kiemelt szerepet, hanem már feltűnik a produkció plakátján, itt is utalva a fontosságára. Koronázási kard, ami a parlamentben látható a Szent Korona alatt átcsúsztatva, az ez a pallos. Tehát mi a darabban is annak a hűmásolatával játszunk, tehát azt készítettük el. És az volt az én fölvetésem, ki döntse el, hogy szabad-e ilyet, szerintem egyébként szabad, egy gondolatkísérlet, hogy mivel Hunyadi János Zsigmond király udvarában nevelkedett, bizonyos források szerint a fia lehetett, ezért eljutott vele Itáliába is, Milánóban töltött 1,5 évet. Várta a királyt, akit ott német-római császárrá koronáztak. Ez alatt Hunyadi vehetett a híres milánói fegyverkovácsoktól egyébként egy pallost. Azért fontos ez, mert a koronázási pallosunk Itáliában készült, Észak-Itáliában. A darab végén pedig ezzel a pallossal fejezi le Garanádor Hunyadi Lászlót, majd a fegyver visszakerül Mátyáshoz. Ha Mátyás kezébe került az apja kardja, aminek az élétől egyébként a testvére is meghalt, akkor ez egy kultikus kard marad, vagy egyre kultikusabbá válik, és miért ne legyen a Mátyás által visszavásárolt koronának és a többi koronázó eszköznek a pár darabja, akkor hihetjük azt, hogy ami ma a koronási kardunk, és olyan sok kézben volt, ugye utoljára a negyedik Károlyban, de előtte Ferenc Józsefében is, az valójában Hunyadi János kardja. Úgyhogy egy ilyen kis magánmitológiát tettünk bele, bocsánatos bűn talán, és magyar történelmen egy jó kis okfejtést enged meg az a töltött história. A Hunyadi László zenei értékeivel, megragadó dallamvilágával, fejlett zenedrámai építkezésével és gazdag jellemformálásával megteremtette a magyar operát, mely sajátos nemzeti színeivel új iskolát képviselt az európai operairodalomban. A következő percekben azt láthatják és hallhatják, hogy zenekari művészeink mely részleteket emelték ki operakultúránk alapkövéből, és hogy milyen érzés számukra magyar szerző igazán magyaros művét játszani. Magyar zeneszerző műveit magyaroknak mindig hálás feladat játszani. A világ úgy tekint ezekre a darabokra, hogy így kell játszani, ahogy a magyarok játszák. Ez a történet, akár a Hunyadi, akár a Bánk bán, azért üt mindig. Van benne szerelem, van benne ármány, van benne árulás, van benne halál, minden van, ami egy operába kell, meg krimi. A Hunyadi László kétségtelenül mérföldkő a műfaj hazai történelmében. Különleges opera a harsonásoknak, mert ugye mi mindig a cselszövést, az árulást, a szerelmi féltést, a dráma csúcsfokát képviseljük a darabokban. A következő percekben az opera zenei szövetéből a zenekar művészei válogatnak részleteket. Van egy nagyszabású nyitánya Verdinél is, ezt megfigyelhetjük meg az ebben a korban élt romantikus zeneszerzőknél. Ez a meghalt a cselszövőnek a témája lesz később. Az ilyen picikátó témában van itt a hegedűnek. Erkel az opera jelentős zenei motívumait és fordulatait úgy sorakoztatta fel a nyitányban, hogy a történet szinte percről percre nyomon követhető és megérthető. És amit még kiemelnék a nyitányból, az a vihar. Ez a vihar, ez Szilágyi Erzsébetnek a szívében játszódik, ugyanis ő nagyon aggódik, hogy el fogja veszíteni a fiait. Ez a vihar ebben a szextolás, kromatikus témában jelenik meg. És akkor ez megy egy darabig, ez később a legvégén a darabnak fog visszatérni. De tele van izgalommal a zene, például a harmadik felvonásban a palotás jelenete alatt is. A tempóváltások dinamikusak, a zenekar végig nagy lendülettel játszik. Vannak ilyen kis tradíciók, amiket mi szoktunk csinálni. Mozgások, dobogások, kisdíszítések, puszhangok, bármi elképzelhető. Ezeket a régi kollégák hagyományozták ránk, és itt a Hunyadiban, a palotásban van egy ilyen hely. A táncosok hirtelen egy ilyen dobogást csináltak, és ez nagyon tetszett mindenkinek, úgyhogy azt bevettük mi is, és hozzájárultunk. És most már más a koreográfia, de mi most is csináljuk. Valahogy egy kicsit ilyen hungarikum jellegű, és ugyanúgy az örökségünk része, mint az Erkel zenéje. Gyönyörű áriák vannak, bravúr áriák. 1850-ben Szilágyi Erzsébet szerepében akkor ünnepelt francia szopránja Anna de Lagrange lépett fel vendégként. Az ő tiszteletére egészítette ki művét Erkel a híres, nehéz technikai követelményeket támasztó Lagrange áriával. Az itteni énekesek is egyszerűen fantasztikusak, és Kolonis Klári énekli, ezt egyszerűen elképesztő. Az abszolút fináléja a darabnak, amikor ugye László nem kap kegyelmet, és a vágd, bakó, vágd elhangzik, mint végszó nekünk, és lesújt a kard, és ezt is a harsonások. Ezt hangerőben itt jobban meg kell mutatnunk, még drámaiba a jelenet. Érdemes tehát értő füllel figyelni a zenére is. Reméljük, ezzel a riportunkkal segítségükre lehettünk, és így az adásunk végén elmondhatjuk, hogy teljes lett Erkelről és a Hunyadi Lászlóról alkotott kép is. A látvány az ős változat a rendezés és a zene oldaláról. Ez volt ma az Opera Café. Köszönöm, hogy minket választottak. Ne feledjék, riportjainkat online is visszanézhetik, de jöjjenek el az operába, mert élőben az igazi. Nézzék meg például a Hunyadi Lászlót, de láthatják a Hattyúktavát vagy a Pomádé király új ruháját is. Velem egy hét múlva találkozhatnak újra itt az M5-ön, addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!